A percelek városában egy percel kiállításnak különleges jelentősége van. Főleg akkor, ha a tárlókba és a falakra olyan relikviák kerülnek, melyeket eddig sohasem láthatott a magyar közönség. 2022-23-ban egy nagyszabású országos pályázat keretében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a Nemzeti Kulturális Alap egy közös pályázatot írt ki Magyar Géniusz program címen, ami ugye híres, a Magyar Pantheon híres szereplőinek dedikált állandó és időszaki kiállításokat, illetve tudomány népszerűsítő munkákat finanszírozott, és ennek a keretében valósult meg ez a jelen kiállítás. Egy állandó kiállításunk az 2017-ben született meg jelen formájában, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy mind az eszközünket, mind pedig a kiállítási anyagunkat felfrissítsük, és így a mellettünk látható kiállítás az ennek a keretében valósult meg. A megnyitó óta számosan látogatták meg a Völgységmúzeumot, ismerkedve a percelek hagyatékával. De emellett a közgyűjtemény munkatársai múzeumpedagógiai órákon is népszerűsítették részben a kiállítást, részben a múzeumot. Itt nem állt meg a program, hanem különféle múzeumpedagógiai programokat szerveztünk, például egy őszi tábort, ahol meglátogattuk Paksot, meglátogattuk Szászvárat, tehát vittük a gyermekeket, igyekeztünk nekik olyan dolgokat mutatni, amivel otthon is találkoztak, vagy valamilyen formában már találkoztak otthon, csak esetleg nem tudták, hogy ez egy kulturális érték, hogy ne csak egy régi tárgyat lássanak, hanem a hagyományt, ami mögötte van, hogy valahogy egy kicsit jobban el tudják helyezni, hogy hol élnek most, honnan jöttek, hogyan éltek a régiek, egy kicsit megtalálják a kapcsolatot mondjuk a nagyszülők világa, a szülők világa és a saját világuk között. És az elmúlt hónap az nekünk erről is szólt, hogy egy csomó múzeumpedagógiai programot szerveztünk. Nem csak itt a múzeumban, hanem kitelepültünk bonyhádi iskolákba, akik nek ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy vendégül láttak minket, és hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezeket a programokat bemutathassuk, és így egy kicsit közelebb kerülhessünk a gyermekekhez, egy kicsit a következő generációt is megszólíthassuk, hogy lássák azt, hogy a múzeum az nem csak egy régi tárgyaknak a lerakata, hanem egy élő kulturális tér, és azok a tárgyak, azok a hagyományok, amik itt megvannak, azok a mai életünkben is valamilyen szinten szervesen integrálhatók. Szemléletet kell formálni, mondja Farkas Gergő, hiszen a gyerekek gondolkodásmódjában a múzeum egy olyan hely, ahol semmi sem lehet hozzányúlni. Így aztán unalmas is. Tulajdonképpen egyfajta szemléletformálás is nyilván nagyon indirekt, nagyon óvatos eszközökkel, de igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy a régi kultúrának, a régi hagyományoknak is a mai napjainkban megvan a létjogosultsága, megvan az érték, egyrészt jobban tudjuk, hogy honnan jöttünk, másrészt pedig jobban tudjuk értékelni, hogy hol vagyunk. Illetve bármele is tart a világ, mindig egy megnyugvást ad az, hogy a régi, konzervatív, klasszikus értékekre vissza tudunk nyúlni. Tehát látjuk, hogy honnan jöttünk. Főleg a kisebb gyerekeknél a régi tárgyak azok, amik egy hatalmas nagy ingert adnak. Ők ugye még sokkal közvetlenebbek, sokkal inkább szeretik megfogni ezeket a tárgyakat. Ugye még nincsen idézőjelben beléjük nevelve az, hogy egy múzeumban nem szabad hozzányúlni a dolgokhoz, hanem ők ezt szeretnék megtapogatni, elmondjuk nekik, hogy ez micsoda, mire használták, egy kicsit ők is így kipróbálják, és akkor rájönnek, hogy jé, ez tényleg logikus, hogy így van tényleg, de jó, hogy így is működik, hogy ugye nem minden elektromos, nem minden digitális, hanem egy analóg, egy egyedi, egy nem sorozatgyártott tárgyat kézbe fogni, egy teljesen más élményt ad, mint valamit, amiből több milliót legyártottak, és a szerte a világon ugyanúgy néz ki. Persze a modern múzeumokban már más a helyzet, ott sokkal inkább jelen van az interaktivitás. Minden beszél, plusz információkat kap a látogató a számítástechnika segítségével. De mit tehet ebben a harcban egy kis gyűjtemény? Igyekszünk megtalálni a helyes arányt, ugye mindenhez itt sem szabad hozzányúlni, tehát nem véletlenül vannak a tárgyak mögöttünk egy tárlóban. Ezek sok esetben több száz éves tárgyak, amiknek az állagáról nekünk gondoskodnunk kell. Tehát a múzeum felelősséget vállal azért, hogy minden, ami itt van, azt igyekszünk az örökké valóságnak megőrizni, ami nyilván nem egy könnyű feladat, de minél tovább. Viszont amiről szó volt, természetesen szeretnénk mi is ebbe az új 21. századi irányba elmenni, hogy egy kicsit kézzel foghatóbb, egy kicsit interaktívabb, egy kicsit emberközelibb, élményközpontúbb legyen a múzeum, hogy ne csak a látás élménye legyen meg, hanem a tapintás, a hallás, a kipróbálás, tehát egy sokkal összetettebb módon igyekszünk bemutatni azt a hagyományt, amit itt őrzünk. Egy részben pénzkérdés, részben lelkesedés, mi a lelkesedést és a pénzt is igyekszünk mögé tenni.